tavaszi esőzéseknek köszönhetően a kiskunsági vizeken is várhatóan több lesz a virágzó vízinövény. A ritkábbak közé tartozik a békalilium, amelynek víz alatti gyökerei, szára és levélzete nagy tömegben jelentek meg még áprilisban néhány tiszta vízű kiskunsági csatornában. A békalilium kedveli a mézben szegény lassan folyó tiszta vizeket, de néha évekig nem virágzik. Időnként viszont, mint például az idei tavaszon, már a víz alatt is jól látható úszó szárának sokasága. Májusra várható virágzata Fülöp-szállás közelében a Káposztás rét vízelvezető csatornájában. Megtekintése ritka élményt nyújtat a Kecskemétről ide kirándulóknak. A helyszín az 52-es számú úton jól megközelíthető, és a 32-es kilométernél található benzinkútnál, illetve a közeli fogadónál tágas parkolóhely is található, ahonnan a csatorna körüli láperdő részben bejárható gyalogos túrával.